Most Gyáli híreink következnek. Erős József személyében új alpolgármestere van Gyálnak. Az egyéni képviselőként immár negyedik ciklusát kezdő politikus, korábban a pénzügyi gazdasági bizottság elnökeként is dolgozott. A törzsgyökeres Gyáliként ismert alpolgármester többek között az oktatást, az ifjúságot és a sportot is felügyeli. Riportunkban a többi között az ötös számú választókerületben és a város életében fontos feladatokról is beszélt. A Mária, az Ivet meg a jegyző úr, úgyhogy grafikonok meg minden készül, az Éva is készül pénzügyi része, úgyhogy a 2014-es pénzügyi, azt ő mondja, eseményeket én, mik épültek, mik történtek, csak 2015-ös tervekről is fogunk majd itt beszélni, és utána meghagyjuk a lakosságot, igen, a polgárokat. Ez kivetítő mindent. Itt születtem Gyálon, 44 éve, itt nőttem föl, ide jártam iskolába, idekött minden, a baráti köröm, gyermekem is itt nevelkedett föl. 2002 óta vagyok önkormányzati képviselő, azóta veszek részt a gyári közéletben. Most választottak negyedszer újjá. 2002-es közéletben történő megjelenésre, ha jól tudom, akkoriban a pénzügyi gazdasági bizottság munkájában is részt vett. 2002-től 4 évig, mint tag voltam a pénzügyi bizottságban, 2006 és 2010 között az elnöki posztot töltöttem be, és 2010 és 2014-ben pedig a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökét töltöttem be, ez egy ilyen csúcsbizottságnak hoztuk létre. És hogyan jött a közéleti szereplés? Mindig érdekelt a közélet, sokat foglalkoztam ezzel, sokat olvastam róla, és inspirációt éreztem arra, hogy megmérettessem magam egy választáson. És akkor 2010 után újra megnyerte a saját kerületét, ezt mondjuk el, ez az ötös számú választókerület, tehát 2014-ben már negyedszer nyerte meg az ötös számú választókerületet. Ez minek volt köszönhető? Sokat járt a lakosok között? Mint említettem, itt nőttem föl, ezáltal szinte mindenkit ismerek a választókörzetemből. Nagyon sokat dolgoztunk, történt egy nagyon nagy beruházás, ami a választókörzetemet érinti. Ez a 4602-es jelű, így Gyálon Vecsési út és Bem József utcának a teljes körű rekonstrukciója. Ez nagyban javítja az ott élőknek az életminőségét. És hát ezzel kapcsolatban, meg hát természetesen más ügyekkel kapcsolatban is elég sokat jártam a választókörzetemet. És ugye október 20-ához is elérkeztünk a választások után, megalakult a képviselőtestület, és itt a polgármesterré választották. Polgármester úr javaslatára a képviselőtestület egyhangú szavazáson megválasztotta a polgármesternek. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, és november 6-ai hatállyal álltam munkába itt a polgármesteri hivatalba. És ha már munkába állt, akkor mondjuk el, hogy mik azok a szakterületek, amiket felügyel, ha jól tudom, közte van még a sport is. A sport és ifjúság, környezetvédelem, közművelődés és a szociális ügyekkel fogok majd foglalkozni. Első munkanapomon egyből bekerültem úgymond a mélyvízbe, akkor volt Gyálon a Bem József Nagykörösi út kereszteződésében egy gázcső szakadás, a polgármester úr pedig nem volt itthon, úgyhogy ott én jelentem meg, és én próbáltam meg a megfelelő irányba terelni az eseményeket. Tehát akkor egyből a mélyvíz következett. Igen, egyből a mélyvízbe kerültem. Sikerült szerencsére kisebb-nagyobb segítséggel megoldani. Beszéljünk egy kicsit még a következő tesztendő feladatairól. Mit tekint a legfontosabb elérendő célnak 2019-ig, és kicsit élezzük ki ezt a funkciót, ezt a célt az ötös számú választókerületre is. Jelen pillanatban nagyon nagy dolog lesz, hogyha elkészül Gyálon a tanuszoda. Reményénk szerint ez meg fog valósulni. Az ötös számú választókörzetben, hát mint egész Gyálon szeretnénk járdákat és utakat építeni, minél több fát, minél több zöldet. Ez az, amit így elsősorban szeretnénk, és szeretnénk nagyon, hogyha meg tudnánk valósítani, hogy a ciklus végére, tehát 2019 végére egy sportcsarnokot tudjuk építeni Gyálon. Akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy van feladat bőven. Így van, feladatunk van bőven, és azon leszünk, hogy minél lendületesebben vigyük tovább az eddigi irányt. És azt hiszem, hogy az se csekély feladat, hogy a lakossággal, a gyáli polgárokkal továbbra is hatékony kapcsolatot tartsanak. Természetesen mindenféleképpen szinte napi kapcsolatban vagyunk az itt élőkkel,
és én mindenkit arra szoktam bíztatni a környezetemből is, hogy bármilyen problémája van, nyugodtan keressen meg minket. Elérhetőek vagyunk, itt élünk, úgyhogy nyugodtan hozzánk lehet fordulni a gondokkal. Még egy kérdés a végére, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy magasan van a léc, hiszen a korábbi alpolgármester magasra helyezte ezt a bizonyos lécet. Ha van példa, és lesz mit teljesíteni. Így van, Páncél Károly országgyűlési képviselő elég magasra helyezte a lécet, hogy az ön szavaival éljek. Megpróbálom az őszintjét teljesíteni.